Honfoglaló őseinkre emlékezett a KMKS Tiszacsomán. A Beregszászi járási településen 108 sírból álló honfoglaláskori temetőt tártak fel. Ezzel bebizonyosodott az az elmélet, hogy honfoglaló őseink a bejövetelük után azonnal letelepedtek a mai Kárpátalja területén. A KMKS kezdeményezésére Tiszacsomán 1996-ban honfoglalási emlékparkot létesítettek, ahol a szövetség minden év nyarán ünnepséget szervez. Idén a háború miatt a résztvevők csendes főhajtás mellett helyezték el a tisztelet a honfoglalási emlékműnél, valamint Árpád vezér és Szent István király szobránál. Nagyon fontos hely számunkra, ami egyértelműen azt bizonyítja, hogy a honfoglaló őseink itt nem csak átvonultak, de le is telepettek. Tehát életmódot folytattak, szántani, vetni, kezdtek állatokat tartani. Így tehát elmutatjuk, hogy mi a szülőföldünkön vagyunk. És úgy gondolom, hogy nincs nagyobb kihívás a mai korban a globalizációra tekintve, mint az, hogy a fiataljainknak igazi nemzettudatot tudjunk átadni. Nagyon örendetes, hogy a magyar kormány néhány éve létrehozta a Magyarság Kutató Intézetet, és ennek szellemében reméljük, hogy egyszer ide is, csomára is eljutnak, hisz egy új tudományák keletkezett az archeogenetika, melynek révén tudjuk azt is ma már, hogy inkább török eredetű népek, ősei, illetve utódai vagyunk, és hát olyan népek voltak az elődeink, mint a hunok, mint az avarok és a szkíták. Tehát azt hiszem, hogy igazán büszkék lehetünk ezekre a felfedezésekre, ezekre az új kutatásokra, amelyek szilárdabb talajt adnak a lábunk alá nekünk, kisebbségben élő magyaroknak is.